Sziasztok! Ma egy islert fogunk készíteni, de nem a hagyományos változatot, hanem egy igazi tavaszi verziót. Mitől lesz tavaszi ez az isler? Egyrészt attól, hogy a kis tésztakorongokat eperlekvárral, fűszeres eperlekvárral fogjuk összeragasztani, illetve picit a hagyományos linzertésztán is csavarni fogunk, ugyanis a linzertésztánkat macsával, tehát japán zöldtej a porral fogjuk elkészíteni. A végén majd fehér csokoládéval fogjuk kimártani, és fagyasztva szárított eperrel fogjuk díszíteni. Először a linzertészta összeállításával kezdjük. Használunk lisztet, mandulalisztet, tehát finomra darált mandulát. Ugye itt a mandulalisztet a hagyományos változatban szereplő dió helyett használjuk. Ugye ezen kívül porcukorra, vajra, egy tojássárgája, egy pici sóra és citromhéjra lesz szükségünk. Ami még nagyon fontos, hogy a vaj az hideg. A vajat, a mandulalisztet és a porcukrot egy kis aprítógépben, egy eskéses aprítógépben fogom morzsásra aprítani. Porcukor és a mandulaliszt. És hozzáadom még a zöldtej a port is. Majd egyszerűen morzsásra aprítom. Liszthez öntöm, a citromhéjat fogom hozzáreszelni, hozzáadom a sót, picit még tovább morzsolom kézzel, és utána fogom tojássárgával összeállítani. Tehát egy pici só megy bele, és reszelek egy kis citromhéjat hozzá, egy picit még összemorzsolom kézzel, és utána fogom összeállítani a tojássárgájával. És akkor jöhet is a tojássárga. Összegyúrom a tésztát. Nagyon fontos a pihentetés. Folpakba csomagoljuk, és hűtőben nagyjából egy órát fogjuk pihentetni. Most már ezzel össze is áll a tészta. Fóliába csomagolhatjuk. Amíg a zöldteás tésztánk a hűtőben pihen, elkészítjük az eperlekvárt, nagyobb darabokra vágott epret. Elkezdjük melegíteni, ugye egy picit levet engedjen. Adunk hozzá egy kevés citromlét, reszelünk hozzá gyömbért, hogy egy picit pikánsabbá, fűszeresebbé tegyük. És megvárjuk, hogy az eper egy picit összeessen, egy kicsit levet eresszen. Hogyha elértük ezt az állapotot, akkor fogjuk zselésíteni a lekvárunkat. Ehhez pektint fogunk használni. Tehát közben az eper már szépen leveteresztett, picit szétesett. Ez nagyon fontos, hogy a pektint azt mindig összekeverjük kristálycukorral, és úgy adjuk a gyümölcshöz, gyümölcspüréhez, így nem fog becsomósodni. És akkor innentől még 1-2 percen keresztül forraljuk, botmixerrel picit összetöröm még. Miután hozzáadtuk a gyümölcspüréhez, mindig csak egy ilyen 1-2 percet forraljuk, és utána le is vesszük a tűzről. Óvatosan eltöntöm a kancsóba, és összetöröm picit a botmixer segítségével. El is készült az eperlekvárunk, innentől már csak ki kell hűtenünk, és aztán használhatjuk az islerek összeragasztásához. A hűtőben pihentetett tésztát fogjuk most kinyújtani, enyhén lisztezzük, igyekezzünk azért ne túl sok lisztet adni hozzá. A hűtőben pihentetett tésztát fogjuk most kinyújtani lisztezett munkafelületen. Nem kell túl vékonyra nyújtanunk, 3 mm az bőven jó lesz. Tetszőleges méretű kiszúróval köröket szúrunk ki, és sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Kisültek a
macsás kis linzer korongok, hogy 180 fokon sütöttük, nagyjából 8-10 percig, amíg éppen egy kis színt nem kaptak. Az összetöltés az teljesen úgy történik, mint a hagyományos islereknél. Akkor már csak az islerek kimártása van hátra. Ehhez olvasztott fehér csokoládéra van szükség, vagy mikrohullámú sütőben, alacsony fokozaton gyakran kevergetve olvasztjuk meg, vagy pedig vízgőz fölött, vigyázva arra, hogy ne kerüljön bele pára. Amikor a fehér csokoládénk eléri a 35 fokot, adunk hozzá egy kis porított kakaóvajat. Ezzel gyakorlatilag azt fogjuk elősegíteni, hogy egy szép roppanós csokoládé bevonatunk legyen az isleren. Fehér csokoládét 30 fokig hűtjük, ez a munkahőmérséklete, és utána tudjuk kimártani. Megszórjuk fagyasztva szárított eperrel.